Sziasztok! Nagyon örülök, hogy jöttetek, és itt vagytok, és ezt a műhelyt választottátok. Félreértések elkerülése véget, ez a mélyítő műhely. Tehát, hogyha bárkit megzavart volna ez a kis füzet, amiben a missziói műhely helyszínéül a kápolna van kiírva, itt mélyíteni fogunk. Na, szeretném nektek bemutatni a műhelyünk vezetőjét, Andy Oldridge-et, aki néhány mondatot majd el fog mondani magáról, meg hogy egyébként mit csinál, de a műhely részét ő fogja nekünk levezetni. És ugye, mint tudjátok, a műhelyének a címe Biblia Központú IFI, úgyhogy aktivizáljátok magatokat, és hajrá! Köszönöm! Köszönöm, sziasztok! Andy vagyok, nem tudom, hogy ki az, aki soha nem találkozzik velem. Jó, akkor Andy vagyok, én egy anglikán lelkész vagyok, régen angol tanár is vagyok, mert jobban beszélek angolul, mint magyarul. Nagyon szeretek itt élni Magyarországon, 5 évvel ezelőtt ide költöztünk, feleségemmel együtt, Zsófival, és nagyon szeretek itt élni, mert nagyon jó az időjárás, jó a magyar konyha, de az a magyar nyelv az igazából nem elég könnyebb, nekem, most se, de remélem, hogy érthető lesz. 20 éve már dolgoztam több gyülekezetben, Angliában és Magyarországon, mint lelkész, mint ifi vezető, és több mint 120 fiatal tini táborokat szerveztünk, itt Magyarországon és a határon túl, mindig magyar gyülekezettel. Az az egyik munkát, amit végezünk az Acon Camps-szal. Az Acon Camps az egy kis alapítvány, ami az a cél, hogy táborokat szervezünk, és a másik célunk az, hogy továbbképezünk ifi vezetőket. Én nagyon szeretek a fiatalokat, és én nagyon szeretek a Bibliát, és az a legjobb öröm az, amikor mind a kettő lehet csinálni egyszerre. Tartani egy ifi alkalmat, mert tényleg én azt hiszem, hogy ez nem a kulcs, mert a legfontosabb dolog az az Úr Jézus Krisztus. De nem lehet tudni, hogy ki az az Úr Jézus a Biblia nélkül. Amikor kinyissünk ezt a könyvet, akkor Isten szól. Valaki azt mondta nekem, egy fiatal srác, nem emlékszem, hogy melyik táborban volt, de azt mondta, hogy Andy-ba! Igen, ilyen édes vagyok. Andy-ba! Azt mondta, hogy soha nem hallottam, hogy Isten beszél hozzám hangosan. Azt mondtam, hogy mondjuk, hogy Bence. Nem volt Bence, de mondjuk most, hogy Bence volt. Mondtam, hogy soha! Azt mondta, hogy soha. Tényleg? Azt mondta, hogy nézd, menjél haza. Menjél a szobádba. Nézd ki a Bibliát. És hangosan kell felolvasni, ami bent van, mert lehet hallani az Isten szavát. Ez majdnem 100% az igazsága. De sok dolog, amit lehet tanulni, és én nagyon hálás vagyok az Áronért és a többi emberért, hogy szerveznek ezt a konferenciát, de én tényleg meg vagyok győződve, hogy a legfontosabb dolog az, hogy tényleg jól tudunk érteni, hogy ezt a Bibliát hogyan tudunk kezelni. Mert szerintem az nem a legkönnyebb könyv, se neked, se nekem, de azt hiszem, hogy az a legfontosabb. És szükségem van legalább én, azt hiszem ti is, ebéd után az Isten segítségét, és akkor imádkozunk először. Mennyi atyánk, mi hálások vagyunk, hogy van egy ilyen hétvége, amikor lehet idejönni, összegyűlni, mint a te néped, mint a te gyermekeid, és tudunk egymástól tanulni. De főleg az a legjobb dolog, hogy te is itt vagy köztünk, és te szeretsz minket. És ez egy tény, hogy sokszor mi úgy érzünk, hogy mi alkalmatlan vagyunk. De te szeretsz minket, és te akarsz használni minket. És akkor biztos fáradtok vagyunk szép idő miatt a ebéd után. Segíts nekünk figyelni,
és tanulni az, hogy amikor hazamegyünk, és amikor legközelebb tartanunk kell egy ige hirdetés, vagy egy áhítat, vagy valamit, akkor azt, amit most, amiről beszélünk, az légy szíves, adja, hogy az lesz egy segítség nekünk. Köszönöm, hogy te egy élő Isten, és egy beszélő Isten. És köszönjük, hogy mi szabadon is tudunk kinyitni ezt a könyvet. Hallani a te hangodat. És akkor imádkozunk, hogy áld meg minket és az időt. És a többi előadóknak is. És a Jézus Krisztus nevében imádkozom. Amen. Amen. Akkor... tudsz számolni, hogy hányan vagyok? És akkor... Akkor az első kérdés az, hogy... És most mondanom, hogy... ha úgy gondoltad, hogy ez lesz egy könnyű műhely nektek, akkor bocs. Ez nagyon jó. Ez nem mint a sufnitók, ami az nehéz nekem, ez sokkal jobb, mert én fogok beszélni, és azután ti fogtok dolgozni, és azután mi együtt fogunk dolgozni, és azután én fogok beszélni, és azután ti fogtok dolgozni. És akkor senki nem lehet aludni, és most adom nektek a lehetőséget, ha tényleg rossz helyben vagy, most lehet kimenni. Szuper, jó. Akkor miért fontos a bibliai központú ifi? Lehet, hogy az nem te vagy, de én elég sok ifiben már voltam, és én is ezt csináltam, hogy legtöbbször mit látom, vagy hogyan készülünk. Ha őszintén vagyunk, elég sokszor jön egy ötlet valahonnan, hogy tényleg erről kell beszélnem. Jön egy igevers, jaj de jó, mert az arról van szó. És akkor a következő feladatunk az, hogy akkor hogyan lehet összecsatlakozni a mind a kettőt. Hogy beszélünk valamilyen dologról. És nem tudom, ez van egy különbség az itteni helyzet és Angliában, ahonnan jöttem. Mert tényleg ti magyarok nagyon szeretek a tematika tanítás. És akkor legtöbbször, amikor megyek egy ifibe, akkor senki nem fog mondani nekem, hogy mit kell mondani, hanem ami jó neked. Bármilyen témáról lehet beszélni. Néha van egy sorozat, és az nagyon jó, de legtöbbször azt látom, hogy az szabad választás. És akkor én arra tippelek, és elég sok emberrel már beszéltem, és ők is azt mondták, hogy hát igen, az így van. És akkor ez hogy péntek este tartanom kell egy ifit, imádkozom, és jön az ötlet. Azután imádkozom, és jön a bibliai vers, és azután valamit csinálok. Agodok többet, imádkozok, és valamit próbálok mondani péntek este. És a kérdés azután az, hogy hogyan lehet tudni, hogy ez egy jó ifi volt? Jó ifje volt-e? Vagy nem? Az elég sokszor hallottam, hogy jaj, de jó, nagyon jó volt az ifi, én is ott voltam. És kérdeztem, hogy ha, érdekes. Miért? Mert nagyon jó volt a beszélgetés. Ha. Nagyon jó volt az ifi. Kérdezem én, miért? Mert mindenki őszinte volt. Nagyon jó volt az ifi. Miért? Mert kinyitottuk a Bibliát. Igen, de az a kérdés, hogy amikor kinyissünk a Bibliát, jól csináljunk-e, vagy nem? És akkor az a close pack, nem tudom, mi az magyarul, segíts neki. Igen. Néha akkor ott azért van, mert ott van az ötlet, és ott van néhány Bible vers, és próbálunk valamit csinálni mind a kettővel. De én inkább azt szeretnék mutatni nektek, és meggyőzni titeket, hogy az sokkal jobb, amikor tényleg kezdjünk ezzel, mert ha tényleg ez az Isten igéje, akkor lehet, hogy az azért van 66 könyv, mert Isten akarta. Azért van 27 könyv az Új Szövetségben, mert Isten akarta. És lehet, hogy ha itt kezdjünk, és nem a mi ötleteinkkel, akkor lehet, hogy hatékonyosabb lesz. Mert az egyik kérdésünk az, hogy először olvasunk ezt az igét. Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyen, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.
Miért lényeges és fontos ez a vers? Nem költ a kérdés? Miért lényeges ez a vers nektek? Bocsánat, hányan van, aki rendszeresen tart egy ilyen áhítat, vagy lelki valamit az ifiben, vagy gyülekezetben, vagy valami bátran lehet. És rendszeresen az, hogy háromszor évente, az is rendszeresen, az tényleg, akkor hány ember? Aha. És marad fönt a kezed, ha lelkész vagy. Vagy teológus, az is, az fél lelkész, nagyon jó. Szuper. Itt is van olyan. Na, szuper. Miért fontos ez a vers? Az egyik dolog az, hogy látod, igyekez. Pál ért a Timoteusnak, és akkor azt jelenti, hogy ha jól értem a magyar szót, akkor az nem könnyű. Mert igyekezni kell. Egy. Kettő. A másik dolog az, hogy hanem helyesen fejtegeti az Isten igét. Akkor az mit jelent? Akkor azt jelenti, hogy... Igen. Kicsi hangosabban? Vagy lehet helytelenül is. Nagyon jól beszél a magyarul. Jó az akcentus. Igen. És akkor mi szeretnék valamit csinálni ma, ami szerintem, ha használjunk, ez nem azt jelenti, hogy 100% tökéletes lesz, de szerintem jobb lesz az esélye arra, hogy tényleg tudunk helyesen fejtegetni az igazság igényét. Valaki azt mondta, hogy úgy vélem, hogy a szöveg helyes értelmezésének a kulcs a szerző jobb megismerése. És akkor de ez nem annyira fontos most ez. A mai világban azt hiszem, hogy ez kicsit mint a csokis doboz. Akkor mit csináljunk? Ez nagyon finom, de én nem szeretek azt, hanem ezt. És akkor van választék, és mi lehet enni, amit akarsz, ugye? Még érdekesebb a helyzet, mert most néhány helyben lehet oda menni, és pont lehet kapni, amit te akarsz. És akkor az a baj, ha mi, mint ifi vezetők, leülünk és gondolkozunk, hogy jó, mit fogunk tanítani a fiatalokat? Akkor én azt hiszem, hogy mi választani fogunk, ami szerintünk jó. De hogyan tudjunk mi, hogy az jó? Most 1:45 van, és ha tényleg fáradt vagy, és mindjárt fogsz elaludni, amit nem lehet, a következő 5 perc az a legfontosabb. Mert szerintem ez a kérdés, ha állandóan használsz ezt a kérdést, akkor az nagyon fog segíteni nektek. Amikor kinyissünk a Bibliát, akkor állandóan az a kérdésünk, hogy miért írta, mondjuk mindjárt fogunk nézni a mindjárt fogunk nézni a Filippi levelet, és akkor azt értem, hogy Pál. Miért írta Pál ezt ide így? Állandóan az a kérdés. Mert az nem fontos, hogy te mi a véleményed arról, hogy mit mondta Pál, de elsősorban az a kérdésünk, hogy Pál miért érte ezt? Pál egyáltalán miért akart leülni és érni valamit? Miért volt fontos neki? Érdekes. Miért fontos érni valamit? Miért volt fontos Pálnak? És miért pontosan ezt érte, és nem egy másik dologról? Ez főleg még érdekesebb, amikor olvasom például a János evangéliumát. Rengeteg dolog történt, János 3 éve Jézussal volt, és csak 21 fejezetben lehet látni, hogy mit csinált Jézus. És akkor választani kell, hogy mit fogok leírni. És akkor az rendkívüli fontos kérdés, hogy miért ez, és nem az. Ez is egy nagyon fontos kérdés, főleg az evangéliumokban, János evangéliumban most vagyok legtöbbször, és nagyon érdekes, hogy a sorrend, miért azt írta János ezt a dolgot itt, és nem ott? És miért ezekkel a szavakkal? És akkor, mint egy ifiben,
Én fogok tanulni tőletek, hogy hogyan lehet ezt mondani. Akkor légy szíves, mondjuk együtt, nem az apostolai creed, hanem miért érte Pál ezt ide? Úgy, így. És akkor egy, kettő, három. Miért érte Pál ezt ide? Így. Nem hallom az akcentus, akkor kicsi hangosabban, légy szíves. Miért érte Pál ezt ide? Így. Nagyon jó. És akkor, amikor kezdjünk például egy levéllel, a Pálnak a levele a Filippiekhez fogunk megnézni, hogy az miről van szó. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy mit csináljunk általában. Ki az, aki tudja egy aranymondást a Filippi levélből? Van rengeteg. Na, itt van egy teológus. Örüljetek az Úrban mindenkor, és mit mondom, örüljetek. Nagyon jó. Örüljetek az Úrban, és? Ismét mondom, örüljetek. És még ezt. Nagyon jó. Melyik fejezet? Filippi 4:4. Oh, nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Nézd. Ötös kapsz. Van valami más aranyban? Mindenre van erőm. A Krisztusban, aki megerősít engem. Nagyon jó. Plusz pont. Melyik fejezet? Filippi 3:14. Van egy hitta? Nem tudom. Mondjad még egyszer. 3. 4:13. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Mind a kettő kap egy ötöst. Van valami más? Tessék, először itt. Az az indulat, hogy emberetek, ami Jézus Krisztusban is megvolt. Nagyon jó, az a Krisztus himnusz, igen, a második fejezetben. Nagyon jó. Semmi felül ne alapítjátok, hanem imádságban is. Aha. És az nagyon érdekes, nem? 3 gyerekem van, 13 éves a David Árpád, 11 éves a Réka Anna, 9 éves az Emily Csenge, és tényleg tanulunk aranymondatot, mert az nagyon fontos. De Pál nem érte sok aranymondat, hanem mit érte? Egy levelet. Hányszor olvastad az egész Filippi levelet egyszerre? Egy időben. És miért nem? Mert az lehet, hogy ha csak tanulunk egy verst, és nem értjünk a kontextus, akkor lehet, hogy félre értettünk valamit. És akkor az amikor találkozunk Pállal a mennyben, lehet, hogy ő meg fog kérdezni tőled, hogy na, mit szóltál? Nem tudom, mire? Hát az a levélre, amit írtam a Filippieknek. Hát, 3 nagyon jó mondat volt benne. Örüljetek az Úrban, és az egész levelet, az miről volt szó? Hát nem tudom, mert nem olvastam. Vagy nem olvastam, mint egy levél. És szerintem az tényleg fontos, és amit most fogunk, nekünk nincs idő ezt csinálni, de mindjárt fogunk adni nektek egy papírt, és tényleg dolgozni fogtok. Minden kedveste akkor tartjunk egy bibliai műhely nálunk, és 8 héten keresztül, akkor átmentünk minden héten a Filippi levélet, és akkor az volt a feladatunk, hogy akartunk tanulni, hogy mi van a textusban, és amikor tudjunk, hogy mi van a textusban, gondolkozunk azon, hogy hogyan lehet átadni azt az üzenetet, ami a textusban volt. Hol kezdtünk? Ott kezdtünk, hogy először olvasni kellett az egész Bibliát. És akkor nyomtattunk, és én tudok ezt is küldeni, hogy ti nem kell ezt csinálni. És akkor az egész Filippi levél, az itt volt, két oldalon. És akkor az első feladatunk az volt, hogy többször csak olvasni kell. És lehet látni, hogy van-e közös téma a Filippi levélben. És akkor Zsófi, légy szíves, adja mindenkinek egy kézét. És akkor ez és csak az első oldala lehet nézni, nem a második. Igen. Hogy ennél az a miért írt a Pál ezt így, amikor Jézus is szóban említetted, hogy akkor János miért, de azt is felteszik, hogy miért mondta ezt Jézus.
Ez egy nagyon lényeges kérdés, kérlek szépen később is beszélünk arról, de röviden mondom, hogy a Bibliát, ahogyan Isten adott nekünk, mint az ő szava, az Márk írta azt, amit Jézus mondta. És akkor valami történt ebben a 2000 évvel ezelőtt, és Jézus mondta valamit, és később Márk írta pontosan azt, amit Jézus mondta. De a legfontosabb kérdés szerintem én, az, hogy Márk miért érte azt. Mert néha van egy különbség, nem? Hogy mit ért a Márk, és mit ért a Lukács. És az abszolút lényeges, hogy te jól érted, hogy miért Lukács ezt érte, és miért Márk egy másik mondatot érte. Például mi bőtben vagyunk, mindjárt jön a húsvét, és akkor Jézus mit mondta, amikor, vagy hány mondatot mondta, amikor a keresztfán volt? Itt van a teológus, azt mondja, hogy 7. Hát, 4-es. Az lehetséges, hogy 7-szer. Miért mondasz 7-szer? Azért, mert az evangéliumokban lehet látni, hogy 7 mondatot van. Lehet, hogy 9-et mondta, és senki nem akart érni a másik 2-t, nem tudom. Vagy csak lehet, hogy 7. A legfontosabb kérdés az, hogy miért Márk, Máté, Lukács, János más dolgot írt. És az, amikor tényleg érdekes a Bibliát, és érdemes tanulmányozni, és gondolkozni, hogy miért volt fontos ez? Ez egy kicsit másik, egy más előadás, de később is lehet arról beszélgetni. És akkor dolgozunk egy kicsit, most a másik oldalon vagyunk, és akkor röviden nektek van 2 perc, az, hogy mit tudsz a Filippi levélről. Jó? Nem lehet használni a Google Istent telefonnal, akkor csak te mit tudsz a Filippi levélről. Oké? Okay? Bármit lehet mondani. Én már egy mondat már mondtam. Pál érte. Jó? Az első. Jó, 2 percet van. Látom, hogy a legtöbb ember már most gondolkozik, a teológusok már sokat ír. Akkor először kezdjünk a nem lelkészsel és a nem teológusokkal, jó? Akkor mit tudjunk a Filippi levélről? Légy szíves, mondjatok bátran, és Sophie feleségem fog szépen élni. Gyorsan. Beállni. Tessék, valaki, bocs. Börtönben ért, nagyon jó. És most a lényeg az, hogy csapatmunka, szerintem lehet látni, hogy tényleg érdemes nem egyedül tanulmányozni a Bibliát. Következő, 2. Pál beteg volt. Oké? Okay. Biztos, hogy valaki beteg volt, az biztos. Következő. Ez egy válaszlevél volt, egy küldemél, amit kapott a Filippiektől. Aha, nagyon jó. Szuper. Következő. Sokkal jobb, mint a sufító. Na, akkor most szabad a gazda, teológusok is, lelkészek is. Mondhat. Tőlük fogadott el egyedül egy adományt ettől a gyülekezettől. Nagyon jó. Az a háttérben, igen. Mert Pál börtönben volt, és akkor abban az helyzetben akkor nem, valószínűleg nem kap kaját, nem a legkényelmesebb hely. Ha? Igen? A levélben kiderül, hogy a Filippi gyülekezet nagyon elkeseredett volt, amikor nem tudta Pál azt, hogy fogságban, mert
attól féltek, hogy, hogy ezáltal nem tudja rendesen látni ezt a kapcsolatot, vagy az evangéliumot terjeszteni. Nagyon jó. Nem tudom, hogyan lehet ezt élni, de... Hány fejezet? Négy. Legfontos témák? Öröm. Öröl! Igen, öröl, öröljetek! Igen, az az egyik legfontosabb téma, szerintem 16-szor, 17-szer az attól függ, de sokszor van ott, hogy öröljetek. Mi a másik fontos téma? Krisztus hirdeti. Krisztus hirdeti. Nagyon jó. A Krisztus az az abszolút a fő téma. A lányom számolta 48-szor a magyar fordításban. Az, hogy vagy Krisztus, vagy Jézus, vagy Úr. Minden, majdnem minden részben Pál valamit akar mondani a Krisztusról. Vagy Krisztusban, vagy Krisztusért, vagy Krisztus... Ez tényleg arról van szó, hogy Krisztus milyen csodálatos. A másik dolog az, hogy evangélium, az egy másik. De lehet tudni, ha akarsz egy kis nem kötelező házi feladat, akkor érdemes lenne ma este, vagy holnap, vagy következő héten olvasni valamikor az egész levelet. És akkor lehet látni, hogy miről van szó. Valami más? Igen, közösség, az is egy fontos téma. És akkor lehet látni, hogy mi néhány dolgot tudjunk, de nem mindent. És azért jó, hogy létezik néhány ember a világban, aki annyira nagy a feje, hogy tudnak írni ilyen könyveket, és mi tudunk olvasni. Én ezt, az egy rövid rész, de én csak azt szeretnék mondani, hogy a kommentár nagyon hasznos. Mert én azt hiszem, hogy amikor kinyissam ezt a könyvet, egy Alec Mathier ember írta, és ő tényleg sokszor tanított, sokszor prédikált, és akkor ő jobban ismeri ezt a, jobban ismeri a Filippi levelet, mint én. És akkor az, valaki azt mondta, amikor teológus voltam, hogy nézd, Andy, ez a könyv az nem a Biblia. Gondoltam, hogy ez világos. De azt mondta, hogy nem, ez nem a Biblia. Azt mondtam, hogy ez világos, de azt mondta, de azt jelenti, hogy az nem 100% igaz, ami benne van, mert az csak egy embernek a véleménye. Oké, szerintem ez is világos, de azután mondta nekem, hogy úgy kell olvasni, mint te beszélsz valakivel. Az egy beszélgetés. És akkor lehet beszélgetni a Alec Mathier-vel, és ő fog válaszolni. Akkor kérdezem sokszor, hogy bocs, de a harmadik fejezet, a 13. versben az nagyon nehéz, tud segíteni nekem? És ő azt mondta, halkabban. Igen, nézd meg ezt az oldalt. De a kommentár az nagyon hasznos, és itt van ez az egyik rész. Mert az miért? Mert az segíteni fog nekünk érteni a nagyobb képet. De van egy, még egy érdekesebb dolog. Ki az, aki ismeri a Bible Project? Oké, más kérdés. Ki az, aki nem tudja, hogy mi ez a Bible Project? Akkor légy szíves, valaki, aki ismeri, hogy a Bible Project az miről van szó, most mondja mindenkinek szépen magyarul. Röviden. Vizuálisan fantasztikusan megjelenik a Biblia egy-egy könyvének a témáját a történetét. A képregényt megvajtó, és az egész így megjelenik előtt, amit történik. Az tényleg kipítek mindenkinek a Bible Project-nál. Igen, és most már nekem is van. Megy a több, igen. Igen, ez a legjobb dolog, hogy az egyik barátom is több ember csinálja most, hogy az magyarul is lehet nézni. Nem fogunk olvasni. Church is at Philippi was the first Jesus community Paul started in Eastern Europe, and that story is told in Acts chapter 16. Philippi was something that you could complain about. Csak akartam mutatni nektek, hogy az magyar felirat is van. Philippi was a Roman colony in ancient Macedonia. It was full of retired soldiers, and it was known for its patriotic nationalism. And so there Paul faced resistance when he was announcing Jesus as the true king of the world. And after Paul was done, those who became followers of Jesus continued to suffer resistance and even persecution. But they remained a vibrant community faithful to the way of Jesus. Paul sent this letter from one of his many imprisonments, and for a very practical reason. The Philippians had sent one of their members, Epaphroditus, to take a financial gift to Paul to
support him in prison. And Paul sent back this letter with Epaphroditus to say thank you and to do a whole lot more. The design of this letter doesn't develop one single idea from beginning to end like many of Paul's other letters. Rather, Paul has arranged a series of short, reflective essays or vignettes, and they all revolve around the center of gravity in this letter, which is a poem in chapter 2. It artistically retells the story of the Messiah's incarnation. Okay. Az egészet lehet olvasni, vagy megnézni ottan, az a másik nem kötelező házi feladat, vagy szorgalmi nektek, de én azt hiszem, hogy ez nagyon hasznos nekem. Ez ritka van most, amikor prédikálok, és előtte nem nézem ezt a videót. Mert tényleg ez is egy kommentár, az nem 100%, az nem mint a Biblia, az nem az Isten igéje, de azok az emberek, akik csinálta, nagyon jó evangélikálok, jó teológusok, és nagyon jól csinálta. És miért fontos ez? Mert szerintem mielőtt tartjunk egy ifit, legalább egy versről, ami Filippiben van, szerintem lényeges, hogy tényleg értjünk, hogy mi volt. Mi volt a helyzet? Miért mondta Pál, örüljetek az Úrban? Miért? Mi volt a probléma? Az a filippiek ilyen szomorúak. Vagy valami történt, vagy valaki meghalt, vagy mindenki fog meghalni, vagy mi a helyzet? És akkor a Bible Project, nagyon hálás vagyok, és ha valakinek van sok pénz, vagy több pénz, akkor az érdemes projektet szerintem itt Magyarországon támogatni, és ha tényleg ismered valakit, akinek Isten adott sok pénzt az üzleti világban, akkor érdemes szólni nekik, hogy ez szerintem a legstratégiabb munka most a Magyarországon. Ez nem kellett mondani ezt, tovább megyünk. Mindjárt visszamegyek ehhez. És akkor az első dolog, ami fontos nektek az, hogy olvasd az egész fejezetet. A következő dolog az, hogy akkor kezdjünk a mi ige részünk. És akkor itt van a Filippi 1-11-ig. Nektek van csak két perc. Feladat az nagyon könnyű. Olvasni toll nélkül, csak olvasd el, légy szíves. Van 3 percünk, és ahányszor lehet olvasni, amennyit csak tudsz. De toll nélkül, jó? Csak olvasd, 6. oldalon van. Oké, köszönöm. A következő feladat az a következő oldalon lehet látni, a 7. oldalon. Szeretnék megmagyarázni, hogy mi az. Röviden, a bal oldal az, hogy miről van szó a textus, amit Pál érte, a textusban. Miről van szó a textusban, itt. És akkor itt van a test, mi van benne? Az első feladatunk az, hogy jól ismerjünk, hogy mi van. Mielőtt prédikálok, ha rövid az ige szakasz, akkor próbál fejből tanulni ezt. Én tudom, hogy ti magyarok nagyon jól tudtak ezt csinálni, mert a János Vitéz az nem szomja. Hogy mit kell csinálnom a fiam, az csodálatos. Hogy szerintem könnyebb nektek, mint nekünk és nekem, de szeretnék tudni, hogy mi van ott. Oké? Okay? És akkor ez a rész az, amikor gondolkozunk azon, hogy mi lesz a mi üzenetünk. Az én tapasztalom az, hogy a legtöbb ifivezető nagyon gyorsan átmegy oda. Olvas valamit, és látja egy jó vers, jaj, de jó, ez a vers, én hallottam valamit, és most jön egy ötlet, és most akkor kezdek írni, hogy mi lesz az áhítal. De maradjunk itt, ameddig nem tudjunk, hogy miről van szó pontosan, és a C az a csontváz, szerintem az jobban működik angolul, az a body skeleton heart, de ez a csontváz, az a felépítés. Akkor ez az ige rész, amit kaptad, mert tanítanod kell ebből a részből, akkor ez hány részből áll?
theological students, sometimes they say units of thought, nem tudom mi az magyarul, de az a Pálnak a fejében, akkor az csak egy gondolat volt, vagy kezdett beszélni valamilyen témáról, és aztán oké, a harmadik vers egy új téma, hetedik vers egy másik téma, vagy nem tudom. De egy, kettő, három, négy, ki tudja. De ez is érdemes tisztázni a fejedben. És azután mi a szín? Mi a lényeg? Mi a fő mondani való? Ebben az ige részben. És az nem, ez nem, ezt az előadást is tartom a lelkészeknek itt Magyarországon, és márciusban voltunk egy konferencián, 60-70 lelkészel együtt, és én nem tudom, hogy hányszor, amikor kis csoportban dolgoztunk, akkor hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy szerintem ez azt jelenti, hogy vagy nekem az az üzenet az, hogy alázatosan és tapintatosan azt mondtam, hogy bocs, lehet, te vagy a legjobb lelkész, az a te véleményed, ez nem annyira fontos nekem. Mert én szeretnék tudni, hogy a Pálnak mi volt a lényege. Pál mit akart üzenni? És ez nem az, hogy ez mit jelent neked, az, hogy Isten mit akart, hogy az mit jelent, nem? Te is fontos vagy, de nem annyira fontos, mint az Isten vagy a Pál. Egyetértünk? Jó, és akkor ez a rész, az a szív mondani való az, hogy miről van szó. És ez lesz a legnehezebb feladatunk, mert próbálom egy mondatban leírni. És mindjárt fog látni, hogy az nem könnyű. És amikor az tiszta, hogy mi tudjunk, hogy miről van szó ez a igen rész, akkor lehet kezdeni az a fun part, az a jó, az most kezdődik a buli. Akkor mit fogunk mondani? És akkor kezdjünk itt, hogy mi az a mi fő mondani való. Mit szeretnék mi mondani? És nem tudom, hogy ki volt a sufnitók ebéd előtt, Bacsó Benjamin, ki volt ott? Valaki ott volt? Nagyon jó volt, nem? Nagyon hasznos. És ő azt mondta, hogy tényleg használnunk kell a szavunkat. És tisztáznunk kell, hogy mi az, amit szeretnék átadni. Ez itt van, és ez nagyon fontos, de ennélkül az abszolút szörnyű. Mert lehet, hogy nagyon jól tudsz kommunikálni, nagyon tiszta, nagyon korrekt, de abszolút tévtanítás, mert nem jól értetted a szöveget. És akkor az nagyon veszélyes, nem? És akkor fogunk látni, hogy akkor mi az az a pont, amit szeretnék átadni a fiataloknak, az a szív főmondani valami itt van. Azután hogyan fogsz csinálni ezt? Itt van a csontváza felépítés. És mi lesz benne? Mi lesz a húsi? Hogyan fogsz ezt csinálni? Illusztráció, poén, nem tudom. Az nagyon érdekes, mert az itteni oldalon én azt hiszem, hogy egyet kell értenünk. Egyet kell értenünk. Mindenkivel. Minden magyar keresztényel, minden angol keresztényel, minden hívő, aki most él, vagy 5 évvel ezelőtt, vagy 1000 évvel ezelőtt is. Miért? Mert ez nem a te véleményed, ez, hogy miről beszélt Pál. És akkor azért, hogy ez nagyon jó, hogy mi egy csapatban vagyunk, és tudunk együtt dolgozni. De amikor itt vagyunk, akkor az teljesen más lesz, ha te akarsz tartani egy ifit, remélem, egy ilyen csapat, ahol 90% hívő nagyon akarsz szolgálni az Istent, mint ha jön 15 új ember, aki semmit nem tud Istenről. Ugye? Én remélem, hogy más lesz az igehirdetés. Ugyanaz az ige rész, de más lesz az igehirdetés. De ez ugyanaz. A textus munka, amikor tanulunk a textus, az ugyanaz lesz. Amikor itt vagyunk, akkor más lesz. Az érthető? Oké. És akkor röviden mutassuk, hogy hogyan lehet ezt csinálni. És ez egy módszer. Ez segít nekem, és ha segít neked, akkor nagyon jó. De a lényeg az, hogy először tanuljunk a textus. És akkor itt van a test, van kérdések? Akkor írd le egy tollal. Kérdőjel. És nem csak az, hogy ez egy kérdés neked, hanem te olvasod valamit, és gondolkozol azon, hogy ez biztos lesz egy kérdés valakinek a csoportunkban. Jó? Mert lehet, hogy te mindent tudsz. De nem mindenki, aki ott van, az itt. És akkor van kérdések, van sok, nem tudom, mi az a szó, Zsóf, ami... Meglepetés. Igen, van valamilyen meglepetés. Van kulcs szavak, ami többször szerepel. Vagy amikor ismered az egész Filippi levél, akkor te tudod, hogy az örül az egy fontos szó.
Ez egy kulcs szó Pálnak. És akkor, ha csak egyszer szerepel, akkor is kulcs szó. De lehet, hogy ez egy kulcs szó, mert 8-szor szerepel a kis ige részben. És akkor milyen kulcs szavak, ismételt szavak, vagy kifejezéseket? Kifejezések. És az is, nem fogunk ma csinálni, de ez nagyon hasznos, hogy nézd meg egy másik fordítás. És ha egy másik nyelven beszélsz is, akkor ez is még jobb. És ha görögül, héberül, akkor természetesen vele is. Mert lehet látni a különbség. És ha van egy különbség, akkor kérdezned kell, miért? És akkor itt van Abcsel könyvről van szó, és nem tudom, hogy lehet látni, de itt van az imádkozás, és lehet látni, hogy itt is van a vége, hogy így imádkoztak. Itt is a 16. versben, az Abcsel első fejezetben, ott van be kellett teljesedni az írásból. És lehet is látni, hogy itt van, így megvan írva a Zsoltár a könyvében. És akkor lehet látni, hogy miről van szó. A következő az a csontváz, akkor itt van a nem tudom hány vers, és akkor lehet tollal érni, hogy hol van az első rész, mondjuk a második rész. És ez, nem kell ezt mondani. És az utolsó dolog az, hogy mi a szív. Oké, túl sokat beszéltem, és megy az idő. Akkor a következő feladatunk az, és Betty fog adni mindenkinek, az mint óvodában vagyunk. Ha ez segít nektek, akkor lehet játszani a szöveggel, bármit lehet csinálni. Én nagyon szeretek színezni, és aláhúzni, és mit tudom én. A lényeg az, hogy mindjárt fogunk kérdezni tőletek, hogy mi van ott. Értető? Feleségem azt szerint, hogy értető, akkor jó. És hány perc? 5? 5 percünk van, jó? Oké, elment az idő, azt mondja a telefonom. Tényleg, ha készülnünk kell egy ifit, akkor szerintem több mint egy óra lesz a munkád. De kérlek szépen, Zsófi, akkor segíts nekünk. Akkor mit látod? A lényeg az, hogy csak figyelünk, hogy mi van ott a textusra. Általában nekem ez egy 2 órás munka. És ha tényleg fejből tudunk tanulni, akkor ez majdnem a legjobb. De ez nehéz nekem. Na, mi van a szövegben? Mit látod? Ne féljetek! Igen. Öröm, igen. És nem tudom, hányszor szerepel? Csak egyszer, vagy? Hát, egyszer, de mondja, de többször is utal rá, hogy... Aha. Jó, 4. vers. Igen, köszönöm. Következő. Igen. Imádkozás, igen, az arról van szó. Köszönöm, következő. 3 főszereplőre osztottam be egy a színezésemet, Jézus Krisztus, az Atya Isten és a Fiúja. Akkor ott van a Jézus Krisztus, az Atya Isten és a Filipiák. Filipiák. Aha, van valaki más ebben a szerepetben? Még van. Pá, még? Timotés. Még? Szentlélek, még? Második vers. Bocsánat, igen. Püspökök és diakonosaikkal együtt. Aha. Nagyon szeretnék prédikálni, de nem lehet. Jó, igen, következő. Kegyelem. Köszönöm, kegyelem. Hány szó szerepel? Kétszer. Mondja, légy szíves a verseket. Második és 7. Nagyon jó, köszönöm. Igen, köszönöm. Kétféle módon beszél a filippiekről, egyrészt beszél a saját érzéseiről, meg beszél arról, hogy Isten mit jelentett, vagy Isten mit gondol a filippiekről. Ez nagyon érdekes, hogy ilyeneket mondta, hogy szívemben hordozlak titeket, és rágyudom ügyértöket, meg emlékezem rólatok, meg örömmel imádkozom ügyértökért, ezek az ő érzései. Amikor ilyeneket mondta, hogy aki elkezdte veletek a jó munkát, az elvégzi Krisztus napjára, vagy gazdagon teremjétek az igazsági macsét, ezek már nem az ő érzései, hanem inkább ilyen, hát 10 isek, amiket így Istentől lehetni közben a filippiekért imádkozott, azok már Isten gondolatai a filippiek, hanem az övéi. Nagyon jó, köszönöm szépen, mert az egy fontos dolog, hogy milyen érzésünk van, milyen emotions, milyen, az teljesen más, mint egy Zsoltár, más, mint egy evangélium, más, mint a galatai első fejezet mondjuk, mert az nagyon pál, nagyon mérges abban a helyzetben, itt más a helyzet, és akkor tényleg az érzés az fontos. Igen, köszönöm. Következő, igen. Szentség.
Szent... Mert hogy az első versben van ez, hogy a Krisztus Jézusban lévő szenteket, akik Filippiben vannak, és az utolsó vers, utolsó vers, a tizedik versben pedig az, hogy mi a helyes, hogy tiszták és kifogást találkozásra. Nagyon jó, akkor amit látod ott, hogy az nem, hogy egy szó ugyanaz kétszer szerepel, hanem a lényeg a szó mögött, az kétszer ott van. Nagyon jó, köszönöm. Igen? Van több? A Krisztus napjára az kétszer szerepel. Igen, nagyon jó, Krisztus napjára. És szerintem nem a születésnapi napjára. Közösség. Sokszor utal rá, nem így üdvözlete, de hogy közösségben van a Filippiekkel. Nagyon jó, és az egy kulcs szó az egész könyvnek, és akkor... Még egy ötös. Mindenki kap ötös ma. Igen. Evangélium. Evangélium. Igen. Hányszor? Igen. Nekem is van. Igen? Igen. Én a szereplőket úgy osztottam fel, hogy mi cselekvő és ez alapján három van, ugye Pál, Isten, vagy a Szent Háromság, illetve a Filippiek. És ez alapján ugye Pál, hogy hálát adok, imádkozom, gondolkozom rólató, akkor a Szent Háromság, hogy elkezdte benne folyunk át, részesülünk a kegyelemben, illetve a Filippiek pedig a végén, hogy gondolom, hogy jönnök ismerettel. Igazából itt ilyen kicsit jövök a cselekvésre, de ez is értem. Nagyon jó. Köszönöm ennek. Mit érted? Aha, következő. Minden Krisztushoz költ magát, a Filippiekhez, a napot, és a Krisztus általában. Igen. Igen. Következő. Szerintem van valami. Van két dolog, ami szerintem az nem mondtunk. Kulcsmondatot lehet? Nem, később. Mindjárt, igen. Hát a teológus, ott van. Igen. Utána Krisztus visszajövetelére. Igen, az a Krisztus napjára, vagy visszajön, igen, nagyon jó. Hátul. Az imádkozom, és a szeretet, az, amit kétszer az meg. Igen, imádkozik, szeretet. Van még egy dolog, azt hiszem. Könyörgés. Könyörgés, igen. Köszönöm, mondjad még egyszer. Mindnyájan. Igen, és ez nagyon, nagyon szép a magyar nyelv, mert nem csak a mindnyájan, hanem mindazoknak, mennyire lány, az más. Mindnyájatok, és az tényleg érdekes, nem, hogy többször akarja mondani, hogy mindenki vagy. Érdekes. És lehet, hogy később kiderül, hogy ez abszolút nem fontos. De most nem az a kérdésünk, az, hogy ismerjünk, hogy mi van ott. Vége? Azt tettem észre, hogy azt emelnék, hogy Jézus Krisztus által történik minden, és hogy Isten dicsőségére is. Aha. És az Isten dicsőségére az nagyon fontos. És tényleg, ilyen. Szuper, köszönöm. Na, remélem, hogy a legtöbb ember azt látja, hogy jobb csapatként dolgozni, mint egyedül, nem? Tényleg. És az, hogy kedd este, amikor csináljunk ezt, az nagyon jó, mert én már, nem tudom, 8 dolog már leírtam, és amikor csapatként dolgozom, akkor ott van 16 dolog. És tényleg sok dolog, amit soha nem látom ezt. És az nagyon segít nekünk. Ha szeretnék tartani egy áhítat az ifinek, akkor az jobb, hogy készülünk egy csapatban. Oké. Okay. Zsófi, akarsz mondani valamit, vagy ott? Az jó, minden megvan? Szerinted? Hát témában is ismételt szavakban, ugye még a kérdések nem voltak, meg ami esetleg meglepő a szövegben, lehet, hogy nem számodra, mert ezt már hallottad, de mondjuk egy első olvasó számára ez nagyon furcsa lehet. Akkor kérdések. Kezdjünk ezzel. Kik a szentek? Kik a szentek? Igen. Nem a püspök. Igen. Nem fogunk válaszolni, most csak leérünk, jó? Akkor mi a szentek? Egy. Kettő. Hát nekem rengeteg kérdésem van, ha neked nincs kérdés, akkor te fogsz tartani az áhítat mindjárt egy pillanat alatt. Hát, hogy lehet a börtönben másokra gondolni, és még örülni is? Hú, ez egy nagy, igen, szuper. Soha nem gondoltam, hogy ez egy kérdés a szövegből, de igen. Három. Így fogalmaz, hogy így kell gondolkodnom mindjártokról, szóval azt a hetedik elején elmondja, mennyire szereti őket, és hát mégis így fogom, hogy így kell, mintha amiféle kényszer lenne, vagy... Hány utás? Hetedik. Aha.
Szuper. De hát úgy tudunk, hogy jártak utána, hogy Krisztus szeretett évenünk. Az mit jelent? Igen. Az mit jelent? Nagyon jó. Következő. Igen. Nem elég a szeretet? Miért kell azt gondolkodni, hogy ismeretlen is megérdezik? Ha. Igen. Az a vége, nem? A 9. vers. Igen. Hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék be neked. És az is, hogy mi a különbség ismerettel és igazi megértéssel. Mi van a Pál fejében? Mi a helyes? Mi? Igen, igen. Mi a helyes? És hogyan lehet tudni? Jó kérdés. Tessék. Hogyan lehet a bennünk lévő készülés lehetünk? Nagyon jó. Igen. Mik az igazság gyümölcsei? Abszolút. Most se tudom. Mi ez a Krisztus napja? Nagyon jó, igen. Két kérdés hátul. Miket fel a jó munkát? Nagyon jó. A 6. vers, igen. Igen, mert az lehet, hogy világos nekünk, hogy Isten az, aki kezdett a munkát, de egy fiatal embernek lehet, hogy nem. Igen, hátul. Mit jelent közösséget? Bocs, jött egy kamion. Mondja hangosabban, kiabál! Mit jelent közösséget vállalni az evangéliumban? Nagyon jó, igen. És akkor biztos fogunk beszélni a kedves Alec Mottier egy kis kommentárról, aki nagyon jól érti néhány dolgot és a görög szöveget ismert. De most lehet látni, hogy van rengeteg kérdésünk, és később gondolkoznunk kell, hogy melyik az a kérdés, vagy kérdések, ami fontos nekünk válaszolni, mielőtt tartjunk egy ifit. Mert biztos nem lesz elég idő minden kommentárt olvasni és minden választ választani. És sőt, az is légy szíves, érd le valahol, az egyik legfontosabb mondatod, amit majdnem minden hét használnod kell, ez nagyon nehéz most magyar nyelvtanilag, figyeljétek, az, hogy nem tudom, még egyszer mondom, nem az N-I-M, ugye? Nem tudom. Miért fontos ez? Mert én nem tudom, hogy... Én látom, hogy sok lelki, sok ifi vezető, nem tudom, hogy te félsz, hogy ha te azt mondod, hogy én nem tudom, akkor valaki fog mondani, hogy hát tudod, az én ifi vezető semmit nem tudja. Az nem, hogy semmit, hanem csak egy dolgot nem tudja. De legalább az fontos mondani azért, hogy az emberek nem úgy gondolja, hogy a nagyon okos lelkész, vagy a nagyon okos ifi vezető mindent tud. Az nem segít senkinek. Nem létezik egy ember, aki mindent tud. Akkor légy szíves, használja alázatosan és hangosan az a kifejezést. Nem tudom. Próbálok egyszer, jó? Nem tudom. Nem tudom. Ez egy jó érzés, nem? Hát akkor kérdezhetsz valamit tőlem, én szívesen mondom nektek. Nem tudom. És az oké. Okay. Ez tényleg oké. Okay. És miért fontos? Ez nem csak vicces, mert amikor használsz az a nem tudom szót, vagy kifejezést, akkor a fiatalok fog látni, hogy ha, amikor a kedves Bence bácsi beszél, amikor nem tudja, akkor azt mondja. És akkor jobban fog bízni benned szerintem, amikor te tényleg határozottan mondsz valamit. Hogy tényleg, így van. És akkor most emlékszem egy másik dolog, ez is érdemes leírni. Mert akkor, amikor biztos vagy, akkor mit fogsz mondani? Hogy tudok? Nem. Én azt hiszem, ez a legjobb kifejezés, hogy ha én jól értem a textus, akkor az azt jelenti, hogy bom, bom, bom. Még egyszer mondom ezt, mert lényeges. Ha én jól értem a textust, akkor az azt jelenti, hogy bom, bom, bom. Ha jól értem az igét, akkor azt jelenti, hogy bom, bom, bom. Mert túl sok ember, aki ül a templomokban és a ifi teremben, figyeljenek a lelkészek, és az ifi, a lelkészekre, és az ifi vezetőkre, és nem az igére. Ez nagyon érdekes. Lényeges a különbség az angliai evangélikál gyülekezet és a magyarok között az, hogy itt a legtöbb gyülekezetben van énekeskönyv.
a padon. Nálunk nincs énekeskönyv, de mindenhol van egy Biblia. És a legtöbb lelkész állandóan azt mondja, hogy na, marad nyitva a Bibliát, és nézd le. Ne figyel rám, hanem nézd le, mert szeretnék mutatni, hogy mi van ott. Mert ez a lényeg, és nem amit én mondok. Ez nem azt jelenti, hogy nem fontos a prédikáció, de hol van a hatalom, és hol van a lényeg, az itt van. Az érhető? És akkor szerint ez nagyon hasznos nekem. Ha jól értem ezt az igét, akkor azt jelenti, hogy bom-bom-bom. Később 5 év múlva, akkor láttam, hogy oppa. Azt mondtam, hogy ez azt jelenti, hogy ez nem jó. Ez nem baj, mert nem mondtam, hogy ez... Ja, szerintem ez érthető. Jó, a más kérdés? Oké. A következő feladatunk az idő miatt, akkor a csontváz, a felépítést. Akkor nektek van egy ilyen 3-4 perc, és újra lehet olvasni, és gondolkoznod kell, hogy hány részből áll. 1, 2, 3, 4. És azért fontos nyomtatni a szöveget, és azért például, ez nem a te füzetedben, de itt lehet látni az egész Filippi levelet, és nincs fejezet, mert Pál nem érte, hogy hol vannak 4 fejezet. Se érte, hogy egy mondat után akkor, most a kezdő, következő az a 2 pont. Az csak a fordítók azt csináltak. És akkor nagyon lényeges, és segít nekem, amikor nem lehet ezt látni, hanem csak a szöveg. És főleg, amikor akarsz kérdezni magadtól, hogy akkor hány részből áll, ha megnézed és kinyitod a Bibliát, akkor az valaki már mondta, és gondolkozott neked. És akkor az jobb ilyen módszeren csinálni. Na, 3 perc most kezdődik. És akkor hány részből áll, és meg kell magyaráznod, hogy miért, ha 2 vagy 3 köz. Elnézést, a ügyes feleségem azt mondta, hogy általában, amikor dolgozunk, akkor több időnk van, és most tényleg gondolkozunk egy kicsit a kérdésekről, mert ha jobban értjük, hogy miről van szó a textus, akkor az könnyebb látni, hogy hány részből áll. És akkor lehet, hogy az nehéz nektek most, mert rengeteg kérdésed van, és akkor az csak szólok, hogy az nem annyira könnyű most így csinálni, rövid időben. Ez volt az időnk. Megállunk egy kicsit, és mutasom nektek egy, mert nem mindig használom papírt és toll, hanem az csak szeretnék mutatni, hogy ez csak egy módszer, és biztos máshogyan is lehet ezt csinálni. Akkor itt van a Lukács 4. fejezet, itt van 3 különböző fordítás, és akkor először tanulok a szöveget, és nézem, hogy mi a különbséget. Azután lehet látni, hogy én számítógépen rendszereztem, hogy ki beszélt, és akkor csak lehet játszani ezzel. És azután színeztem, hogy hol van a ismételt szavak. Akkor ott van, itt van néhány kérdés, ami a jobb oldalon. És akkor lehet, hogy az könnyebb nektek számítógépen használni. Ez is nekem nagyon fontos. Általában mindig 2 csinálom, és otthon lehet kérdezni. És aztán jön a kulcsmondat, az aim sentence, és ha például itt van a teológusok, akkor az még érdekesebb, ez egy nagyon jó munka, mert lehet görögül és héberről csinálni, és akkor ez is nagyon fontos szerintem. Jó, köszönöm!
Akkor légy szíves, Zsófi, és akkor a csontváz. Mennyi az idő? Oké, nem lehet párban beszélni, akkor csak visszakapjunk az ötletek. Akkor légy szíves, mondjad valaki. Aki nem mondta semmit, bátran mondjad, hogy hány részből áll, melyik verstől, melyik versig. Tessék, láttam egy... Én szerintem négy részből. Négy, igen. Az elején köszöntés. Köszöntés. Hála. Elhivatottság és fogás. És melyik verstől, melyik versig? Egy szíves. Köszöntés az első kettő. Hála az a 3-4-5. Aha. Az elhivatottság elhívást a 6-7-8. És a fogás pedig 9-5-9. Nagyon jó. Nagyon jó. Következő. Van egy másik véleménye? Én 3 részre osztottam. Az első, az a köszöntés szintén taladó címre. Tehát nem első, a második vers. Aztán a harmadiktól egészen a 9. elejéig hálaadás, hogy Pál törődésének, szeretetének kifejezése a gyülekezetnek, és aztán a célok a gyülekezetnek, az a 9-11. Aha, ez is nagyon jól hangzik. Következő? Igen. Igen. 20 percem van. Szuper. Egy másik felosztás. Mindenki ugyanazt jelent. Azt a... Magyarok. Nagyon jó. Tessék. Hát én képzettem össze. Az első képes megszólítás, harmadiktól ötödik hálaadás, hatodik meggyőződés, hetedik ennek a magyarázata, és a vége felé a nyolcadik. Nagyon jó. Szuper. Ötös. Eddig 3. Ötös. Még egyet? Nem kap semmi jutalmat, csak az, hogy lehet hallani, hogy kaptam egy ötöst. Mindenki ugyanaz? Semmi más? Mondja ez. Az első két verset én is a bevezető résznek gondoltam. A 3-tól majd a 9. versig abból ki lehet olvasni azt, hogy mit tett Pál a gyülekezetért, és mit csinál, hogy hálát adott, imádkozik. És a 10. és 11. versekben pedig azt fogalmazza meg, hogy az, amit Pál tett, ez mire kiindítsa a gyülekezetet. Hogy ti is azt csináltak, hogy megítélhessétek, hogy teremítek az igazságnak a gyógység. Tehát mit tett Pál, és mit tesz a gyülekezetet. Aha, nagyon jó. Nekem még olyan különbség lehet a többiekhez képest, hogy az első két verset én külön szedtem, az első vers a címzés, aha, a második vers az meg az ütőzés. Aha, nagyon jó. És az nagyon tetszik nekem most, amit most hallottam, mert tényleg elfogadom mindent. És az nem azt jelenti, mert én liberális vagyok, hanem azért, mert ez egy művészeti dolog. Azt hiszem, mert nem lehet mondani, hogy Pál hogyan gondolt, csak ez volt jó, amit láttam, hogy mindenki tényleg próbált gondolkozni, hogy miről van szó. És én arra tippelek, hogy most kicsit jobban érted a 11 verst, mint egy órával ezelőtt, nem? És akkor de, ha egyedül csinálsz, akkor csak egy lehetőség van. De ha a csapatban dolgoztál, akkor... Én nem gondoltam, hogy ez az első két vers az külön, vagy nem gondoltam, hogy az... Én azt láttam, hogy a 8. vers van egy szünet, és azután kezdődik egy új téma. De most gondolkoznom kell tovább, hogy lehet, hogy a 6. versben kezdődik egy új téma. És akkor tényleg nagyon jó csapatban dolgozni. Az egyik dolog, amit láttam, én is érdekes, már prédikáltam és tartottam egy ifit, de most sem vagyok biztos, hogy jól csináltam. Én azt láttam, hogy az első két vers az első, és azután a 3. versben ott van, hálát adok az én Istennek, és azután a 9. versben, és imádkozom azért, hogy... És akkor én 3 részből csináltam, de
A bibliai műhelyben valaki azt mondta, hogy hú, nagyon jó, lehet látni a múlt, a jelen és a jövő. És akkor légy szíves, olvasd még egyszer, és keresd meg, hogy hol van a múlt, a jelen és a jövő. Az imádságban a harmadik verstől, mert szerintem ez a kulcs. Na, nem tudom, hogy valaki látta, hogy hol van a múlt, a jelen és a jövő. Valaki, aki nem túl sokat mondta. Harmadik vers. Hálát adok az én Istennek, valahányszor megemlékeztem rólatok. Az a múlt, nem? Az tényleg a múlt. Ez egy kicsit nehéz tudni, hogy a jelen az mikor kezdődik, de lehet, hogy melyik vers kezdődik a jelen? Én a köszöntés raknám a jelenbe. Ja, oké, okay, az első kettő. Az tény, de bocsánat, akkor nem lehet, hogy nem volt érthető. Csak három verstől a 11-ig. És akkor kezdjük a múltban, mert Pál emlékszik, hogy hú, milyen jó a kapcsolat velük. Milyen jó volt a kapcsolat velük? Mikor jön a változás? Hetedik. A hetedik vers? Van, aki azt mondta, a negyedik vers? Igen? Ötödik. Ötödik vagy? A hatodik, igen. Az nem könnyű, mert az ötödik vers, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. És akkor lehet, hogy mostantól milyen mai napon vagyunk. Mert a hatodik vers éppen ezért meg vagyok győződve arról, ha jól értem a magyar nyelvtan, akkor az a jelen idő most, nem? És akkor most a jelen időben vagyunk, és mikor kezdődik a jövő? Elvégzi a Jézusokkal. Igen, akkor kicsit nézünk a jövőbe, és most meg kell állnom, nem? Ez tényleg jó hír nektek, mint ifi vezetők, nem? És nekem is. Hogy aki elkezdte bennetek, természetesen a filmiekben, de mi tudjunk, hogy az igaz nekünk is, aki elkezdte bennetek a jó munkát, ő fog elvégezni ezt a munkát a Jézus Krisztus napjára. Lehet, hogy te akarsz csak feladni az egészet. Isten már kezdett valamit benned, és ő fog elvégezni. És ő az, aki hatalmas, és tud ezt csinálni. És akkor csak bíznod kell benne, nem a saját erődben. Ne. Jó. Oké. Okay. Mikor kezdődik a jövő? 9. vers. Igen, azt hiszem, hogy akkor imádkozom azért, hogy... És akkor az segít nekünk látni, hogy lehet, hogy ez volt a Pálnak a fejében, hogy hú, az a kapcsolat, Filippiek, én emlékszem. És meggyőzve vagyok, hogy... Igen. Oké, akkor a legnehezebb feladat most jön, akkor írnod kell egy mondat, ja bocs, nem az Emily test, most jön az Emily vizsga. Ez nagyon jó, Botrok keresztőrön voltunk, múlt hónapban 40 vezető, ifi vezető összegyűlt, és akkor ezt csináltunk, egy másik igere résszel, és a következő feladat ott volt a 9 éves Emily-m, és akkor mondtam mindenkinek, hogy minden asztalnak, hogy meg kell magyaráznod, az Emily-nek, hogy miről van szó. Ez nagyon jó feladat. És akkor nincs itt az Emily, de neked van egy perc, és csak a fejedben kell megmagyarázni egy ilyen 9 éves valakinek, hogy az miről van szó. Jó? Csendesen. Egy perc, most kezdődik. Nagyon jó. Emily azt üzente, hogy nagyon, nagyon ügyesek vagytok. Ez nem könnyű feladat, ugye?
De ez nagyon fontos, mert amit a Benjamin is azt mondta, most rengeteg dolga van a fejünkben. De meg kell magyarázni egy 9 éves valakinek, és akkor segít nekünk tisztázni, hogy miről van szó. A következő dolog az a szív, az a jobb bal oldalon, és akkor írnod kell egy mondatban, hogy az miről van szó. És az nem az, hogy ez mit jelent nektek, hanem Pálnak miért érte. Akkor, és akkor az általában az könnyű, ha úgy kezdődik, hogy Pál érte múlt időben, Pál érte a filipieknek, hogy és egy mondat kell csinálni. Általában, amikor prédikálok, akkor ez a mondat, az nekem egy 20 perc, 30 perc munka. Hogy leírok valamit, és aztán látom, ez nem jó. Akkor egy másik szó, és dolgozok, ameddig ez nem abszolút tiszta, hogy mi a lényeg. Nektek van egy perc, két perc. Oké? Most kezdődik. Ez tényleg nem könnyű. Légy szíves, mondjad valamit, két. Valaki valamit bátran. Köszönöm. Hát, hogy miért került Pál? Aha, nagyon jó. És akkor az kell, hogy legyen a válasz. Akkor Pál érte a filipiekhez, hogy... Nagyon jó. Nagyon jó. Néhány ember több. Jó, Anna. Pál írta a filipieknek, hogy mennyire szereti mindnyájukat. Még egyszer légy szíves, köszönöm. Hogy mennyire szereti mindnyájukat. Pál azt írta a filipieknek, hogy mennyire szereti őket. Aha, nagyon jó. Nagyon jó. Akkor maradjunk ezzel, mert ez egy nagyon jó kezdés. És akkor, ha visszanézünk, akkor lehet, hogy ez lett volna az első mondatom is, mert nagyon jó. És nézzünk most, hogy mi volt a kulcsszavak. És akkor gondolkoznunk kell, hogy a kulcsszavak az is benne van. Vagy ezt, amit most mondtunk, az nem az egész dologról, hanem mondjuk egy versről. És akkor hogyan lehet az egészet leírni egy versben? És akkor, mert szerintem valamilyen Krisztus, vagy Krisztus napja, vagy lehet, hogy az kell, hogy legyen benne. Akkor még egyet. Ez nem egy könnyű feladat, tessék. Én azt írtam, hogy a lényege, Isten készít minket a Krisztus visszajövetelére, imádkozunk egymásért, növekedjünk a szeretetben és az ige ismeretében. Nagyon jó. De az a jobb oldalon, mert azt kezded, hogy Isten szeret minket, vagy valamit? Isten készít minket. Igen. Isten készít minket, de az nem rólunk szól most. Ez a Pál, akkor lehet mondani, hogy Pál írta a filipieknek, hogy ő akarja, hogy ők készenek legyenek, hogy valamit. Látod a különbséget? Mert az fontos, hogy mi nem gondolkozunk, hogy az mit jelent nekünk, hanem abban az időben az mit jelent az első olvasóknak, amit tudjunk, hogy az a filipiek volt. Akkor még egyet? Igen. Pál azt írta a filipieknek, azért imádkozik, hogy legyen bennük akkor a szeretet, ami üdvözít. Aha! Nagyon jó! Nem tudok reagálni ehhez. Még egyet? Pál, mindenhol az értékről lelkedezik a filipieknek, ami köztük és Isten közötti hármas kapcsolatban történt, megvalósult és még fog gyümölcsözni. Ez biztos volt jó, de legelőbb is gondolkozom. De most kapcsolat az nagyon. Igen, volt néhány dolog, ami nagyon jó volt benne. Igen, és akkor igen. Három szóban próbáltam megfogalmazni, és ez úgy hangzik, hogy azt mondja a Pál a filipieknek, hogy Isten gondoskodik rólunk. Mert hogy Isten adott nekik olyan embert, aki hálát adott értük, aki imádkozott értük, aki tanította értük. Úgyhogy Isten gondoskodik rólunk. Nagyon jó. Az Áronnal együtt fogunk ezt a módszert tovább szervezzünk. Még egyszer. Az Áronnal együtt, akkor lesz több lehetőség arról a témáról gondolkozni és beszélgetni. És mert szerintem egy másfél óra alatt nem lehet túl sokat csinálni.
ez nagyon jó volt. Vigyáznunk kell, hogy az nem általános. Hogy az tényleg arról a szövegről szó. Azért, mert ha általános, akkor következő hét az ugyanaz lesz. Isten szeret téged. Köszönöm, ez már tudom. Következő hét, Isten szeret téged. Hát igen, tudom. De... És akkor szerintem az kell, hogy legyen, hogy Pál írta a Filippiekhez. Mi a legfontosabb dolog a hálában? Miért hála Pál? Hogy Isten szépére formálódnak majd. Igen, és akkor ő hála a közösségét, a kapcsolatért, a kapcsolat velünk és Istennel, és ő bíz az Istenben, hogy ő, amit kezdett valamit jól, fog végezni. Ez se egy jó mondat, mert én is tovább is kell dolgoznom rajta. Megállunk, akkor ha itt van egy nagyon jó mondat, és tényleg az 20 perc lehet látni most, hogy ez még egy nem kötelező házi feladat, és azután lehet gondolkozni, hogy jó, mi lesz az üzenet az ifinek? És az üzenet az ifinek, remélem, hogy nagyon hasonló lesz az üzenet, amit Isten adott Pál keresztül a Filippieknek. Akkor ez a lényeg, hogy ennélkül az nagyon nehéz tudni, hogy tényleg az az üzenet, amit szeretnék átadni itt, az tényleg Istentől jött, és nem csak az én kis fejemből jött. Ez egy másik előadás. Befejezzül, én csak azt szeretnék mondani, hogy én emlékszem, amikor valaki mutatta nekem ezt a módszert nagyjából, és én gondoltam, hogy wow, szerintem ez valami benne, ami tényleg jó és hasznos. És akkor menj el haza, próbáld ezzel, játszol a textussal, de a lényeg az, hogy tényleg először tudnod kell, hogy mi van textusban. És én meg vagyok győződve, nem csak az, hogy akik elkezdte bennetek a jó munkát, hanem ha csináljunk egy sorozat, egy 8-7-es sorozat, és végig csináljuk az egész Filippi levelet, akkor az nagyon hasznos lesz az ifinek. Miért? Mert milyen témáról van szó? Az egyik az, hogy hogyan lehet örülni egy sötét helyzetben, egy nehéz helyzetben. Az lényeges a fiataloknak. Mi az az igazi barátság és közösség? Az lényeges a fiknek. Ki volt a Jézus, és mit csinált? Milyen volt az gyülekezet az első században? Egység, az fontos az ifinek. Mit csináljuk, amikor nehézségben esünk? Miért kell beszélni Istenről? Vagy miért kell beszélni Krisztusról? És hogyan? Félek a haláltól. Mit csinálok? Ha az érdekes a témák, akkor az mind a 8 téma a Filippiben van. Köszönöm szépen. Isten áldjon titeket a munkádban. Nagyon köszönjük neked, Andy, hogy eljöttél és hoztad a módszeredet. Remélem, nektek is annyira építő volt, vagy fele annyira építő, de inkább kétszer annyira építő, mint nekem. Nagyon örültünk, hogy ezt így bemutattad, és külön köszönet nektek, hogy eljöttetek, és itt voltatok velünk a mélyítő műhely második fordulójában, és hogy ennyire aktívan részt vettetek, és mindent bedobtatok, nagyon köszi. Most lesz egy fél órás szünet, de várunk titeket vissza, hogyha kedvetek van a következő mélyítő műhelyes előadásra, amit Madarász Gábor fog tartani, tanítványozás a fiatalok között címmel. Addig pedig menjetek, és csak egy kicsit pihenjetek, szellőztessétek ki a fejeteket és a termet is. Köszönöm. Sziasztok!